Na, hallo, srácok, sziasztok, üdv mindenkinek. Itt vagyunk. Egy kis objektívezés lesz egyébként. Semmi extra. Próbálok pakokat gyűjteni holnapi RTTK eventre. Meg megpróbáljuk kiszedni a Richarlisonnak a lapját még. Meg ha valakit érdekel, akkor megmutatom a taktikámat, de csak hogyha igény van rá, azon kívül nem foglalkozok vele, csak ha lesz rá igény. Egyébként a tegnapi videóban benne van, hogyha valaki vissza szeretné tekinteni. Na nézzük csak, hogy állunk. Ja, de ezt is meg kellett volna csinálni. Hát, ha fejlődik egyszer. De egyébként nem érdekel annyira. Ez van, nem kell sok. Crossingolni kéne két gold. Vádásban. Ahhoz viszont. Kell két szélső. Már ez a Premier League-es, mert Premier League-essel kell beadást. Asszisztóval. Jó, kezdődik a meccs. Well, thanks Derek as always. The scene is set, two good teams, a great playing surface and a vibrant atmosphere. It has all the ingredients for a really exciting game. This is the lineup for the home team. Thibaut Courtois is in goal. João Cancelo starts with Ferland Mendy in the fullback positions. El nem indulnám a szélen egyik se, hogy lebírjam neki basszolni. Hát az már most nem jó. Valahogy ez a beadás amúgy nem akar összejönni egyszerűen. De figyeld, a Rashford se jön ám be. Üdv srácok mindenkinek, sziasztok! Hallod, kivel fejeljek, ahol Ancsó ugrik felfejelni? Hát, hogy beindulnak olyan hosszún is. Azt a buffét. Darwin
De amúgy mi ez a passz? Jó, hogy előre bírtad passzom egy métert. Ezt láttátok? Hallod, ez mi? Ez a tipik gyerek még nem lépte át a félpályát, de egyszer kapu elé jut, akkor goltra. Bazzeg, és ezt is kivédett, hihetetlen. Nem beadásra kéne szórakozni, már rúgtam volna a kis mangolt. Azért tudnak beadni, maradjunk annyiba, bazeg. Egy beadásból kapufát rúg. Az Rashford amúgy nagyon egy használhatatlan kártya szerintem. Nekem nagyon nem adja vele. Egy pontos passz. Az meg az is mellé. Ez a gyerek, ez az volt, aki a FIFA 22-ben csak szaladni tudott. Nájj meg! Hát ezt jó átvettad. Tipikus bazd meg. Egy meccses Luan Mbappé-dal. Gratulálok. Figyelj, miért nem jön senki? Na vége. Kicsit lehet laggolunk amúgy. Srácok, nyomjátok meg a követést, ha itt vagytok, meccs után megmutatom a taktikát, hogyha van rá igény. Most az állást nem nézzétek, mert igazából nem gólra játszok, csak hogy beadásból rúgjak egy gólt. De amúgy látjátok ti is, hogy kétszer lőtt kapura. Szarrá van játszva a gyerek. Jó, mindig ilyen rövid passzokat tudnak adni, még ha indítást nyomok akkor is. Nézd meg, és bassz meg, ez is kapufa. Hát hihetetlen. Nem jó.
Mégse annyira se. De ez a Rashford amúgy... Ez esküszöm, na utál kapura rúgni, vagy nem tudom, gyerekek. Ha akárhányszor felé ívelem a labdát, ez mindig csak elfele megy a kaput. Tó, ez mi volt? Dribbling helyett elhagyta a labdát. Elengedte. Kimerít a tudás. Nézd meg, én mondom bazznek, hogy ez a Rashford, ez egy... Ez egy nyomorék, geci. Hát van arra gudjatok, de tényleg. Persze maradj nálam. Egy 5 méteres sprintet nem tud megcsinálni a labdáját. Nem értem. A védőt is elküldtem. Alig várom, hogy Bappéval egyszer kapra rúgjam. És megint gólra legyen. De nézd meg, hova íveli? Ez a Rashford, guess, ez egy nyomorék, tényleg. Ah, az a szar. Ez nagy lövés volt. Well, he's made a real mess of that, hasn't he? What a chance that was. And he did well to cut it out. Erling Haaland. Excellent refereeing. Advantage in operation. Well, number two. Magas volt neki. Oh, Holland kicsit nagy volt. Nem is neki akartam. Hihetetlen. Ez az alapvonalazásban az meg, ezt tudják, geci.
De 25 bazon beadásból egy se jó, geci, ez hihetetlen. Nézd meg, most is nem is jön senki. Egybeadás gól, ez lett amúgy, már csak egyet kéne szereznem. A gyereknek nem is lenne esélye, hogyha komolyan venném, amúgy nem beadásokkal szórakoznék. Nekább ott lőttem neki gólt, ahol akartam. Ő meg szerintem háromszor lőtt kapura? Nem? De nagyon, majd kíváncsi leszek a meccs végig statra amúgy, hogy ő hányszor lőtt kapura. Mert nem sokszor, az fix. Srácok, nyugodtan nyomjatok rá követésre és írjatok a chatre nyugodtan, dumáljunk. Lehet kérdezni. Stb. De ez meg amúgy az is milyen beadás volt. De hihetetlen zeres volt, hogy nem tud beadni amúgy. Már mindjárt kirakjuk a Marest a egyik szélre, másikra meg szerintem Bernardot. Valamelyik egyszer már majd csak bebírod egyet normálisan adni, hát hihetetlen. Meg valamelyik érkezzen is rá, Holland. De rossz indítás volt. Na végre. Sajtottam én, hogy Rashforddal volt ott a gond. Pineapple? Az a neved? Álló, üdv a csatin, köszönöm a követést. Úr
Isten. Hát persze. Hallottátok, hogy átment a csávó a labda felett? Szerintem Militao volt. Lass. Operatőrünk lemaradt. Mi ez az Amorit? Tudtuk, hogy oda mész le. Ne tízezünk egyet. Elvileg megvan az objektívam. Bazd meg. Amiért jöttünk. Más sem úgy. Győzelem nem számít annyira, majd meg lesz. Az is jó. Honnan tudta, hogy a dorgom? Na Bappé! Azt hitted mi? Tudtam, hogy középre fogja rúgni. Son Goku. Tudtam, hogy rúgni. Hát nem így akartam nyerni, de nyertem, a lényeg az. És megvan a... És nem jön, hogy megvan a kétbeadás. Bappé meg ott kisírt szemekkel. Sírhatsz is, bazd meg. Nem jöttél a Reálba. Ah, meg lett jó van. Megadta. Na, még egy volt meg. Akkor már csak egy. Még hozzá, az a score using. Még három meccsen. Na már van, már 14 pekkem van, srácok, holnapi RTTK eventre. Jó, gyerünk, nyomjunk. 3 meccs, 3 gól kell. Rá, Barca. El klasszikó lesz. Jó rész. Igen, szép védelem. Na, jó csapat. OTV Rüdiger. Azért ez kemény, nem? Átad ide? Mert nem fogta meg. Mindegy, ezt megúsztuk. Lásd a kártot.
Ezt javítsák már ki légy, ezt a szabad rugás utáni kamera nézetet, mert ez nagyon irritáló. És ez lesz volt? Nem áll. De elsőre nem lesznek. Szép lehetne. Ez így még szebb. Baszak, hogy nem lehet egy kényszerítőt megcsinálni a játékba, ez valami eszméletlen. Jó, belaggoltam. Srácom úgy jól játszik. Hú, de hülye vagyok amúgy, hogy benne hagytam a Rashfordot. Már nem kell az angol assist. Vagy Premier League assist. De a gól jó. A csatárnak jobb a Rashford egyébként. Mint szélsőnek. Kilép a srác. Ne húzzuk egymás idejét. Nem lép ki. Srácok, nagyon csendes a chat. Mi van veletek? Nyugodtan írjatok. Vagy le van halva. Írjatok már valamit, hogy tudjam, hogy le van halva, vagy nincs lehalva. Na, az is lehet, hogy nem működik valami. Mert gyanúsan nincs semmi írás. Oh, szép volt. Ebben hol voltam én szabálytalan, ma nem azért. Hát nálam volt a labda. Várom, nem bírja lefutni, amúgy megfigyeltem, és nem egy könnyen. Ez
Nem tudom, ez mindenhol odaér. Na szép. Militao nem szereti elvenni a labdát. Megpróbálják becsavarni a kéne kapussal? Nem jön ki. Ide rossz vádás van. Hely, jó, akkor működik a chat. Többiek nem szerettek volna nekem írni. Így, a jobb láb. Az nem adta be most a jobb láb. De itt voltunk öten, de senki nem írt. Lehet, hogy még vannak is valahol, csak nálam nem mutatja. Hallod, én bevásároltam estére. Nekem meg, na látod, nekem meg kettőt ír, szóval az előbb öt volt, most kettő, de nálad már három, akkor az érdekes. Lehet, hogy bugosom. Na, én bevásároltam estére, úgyhogy remélem, hogy lesz Dortmund Bayern. És nagy nyeremény nem várok, aprót várok csak, de az is jó. Meg már van 14 pakkom, plusz majd, hát már itt a gól megvan, egy győzelem az nekem már lényegtelen. Hát de, vágod úgyis izé, négy ligából kell kiválasztani, most lesz három ligába, három nagy ligába is rangadó. Szerintem benne lesz, én biztos így raknám egyébként, hogy Juve Milán, Dortmund Bayern meg a Pool Arsenal, biztos, hogy benne lenne, meg én az izét raknám még bele a Sevilla Bilbaót. Mert úgy az is nagyjából ilyen rangadó szerű. Bár a Sevilla nagyon gyenge most. Kis rúgták, vagy rúgták a Lopetegit, azt hiszem. Vagy felmondott, nem tudom. De az a lényeg, hogy elvég új edző lesz. Tegnap is kikaptak a Dortmundtól. Az igen. Szerencsétlen. De most a szépen kijátszotta. Ezt inkább Hollandnak szerettem volna, de így is jó lehet. Resi! Ez kimegy. Amúgy tudod, hogy kit vehetné meg? Aki biztosan fixel jó, szélre. Adam a Traorét. Rádobsz egy architekt. Chemistry style-t, azt senki nem ér utol. A lényeg az, hogy architekt legyen rajta. Nem bír előtt. De Sterlingnek gyenge a fizikája, ebből meg sokat számít a fizika ebben a játékban most. Mondjuk egyébként nem biztos, hogy
Old Gunnen meg Next Gunnen is ugyanaz a játék, mechanika. De itt például sokat számít, szerintem. Itt még amúgy elmondom neked, hogy Ronaldo is jó. Ha tudod használni. Főleg az egy csillag a skill miatt. Ugorj már fel fejelni, bassz meg Rashford, hát nem igaz. Ez a gyerek tényleg olyan, mint a Manchesterben, ilyen semmi. Igazából az ő góljával vezetünk, de azon kívül semmi. Előbb is aki kapufát rögött nagy zicserbe. Na, Vardy. Varan, jobb. Bazz, mit védett? A külis beadások jó mennek a ballábásokkal amúgy. Jó van, gyere Werner. De Sterlinget eladtad egyébként most, nem? Márki miatt azt írtad. Ne! Jó. Na, ilyenből kapjunk már gólt, hogy nem bírja átemelni a védőm. Na, lesz. Na. Ez az kurta. Kéne egy De Bruyne amúgy nekem. Nem bánnám, aki nyitnám. De jó, hogy úgy rúgta el, hogy amúgy rárúgta a Tchouaméni a lábára. Ne. Az jó hely. Nézzük, bebírja rúgni. Utolsó percben. Várd meg a hosszabbítást. Egy percig még ott álljál. De nem bírta. De a késik nem múlik. Mondtam. Ha. Tipik utolsó... Nézd meg! Azt hittem. De tipik utolsó percet hozzájáték amúgy. Nem volt szerencséje. Egyébként nem volt jobb nálam. Végig jobb voltam, szerintem. Expected goal pedig nagyobb volt. Jó, itt a végén sokat ezért. De amúgy jobbak voltak a passzáim, meg minden.
Na jó, már csak egy, kettő gól kell, két meccs. És meg lesz a Richarlison is. Na, amúgy próbáltad a taktikát? Beadna valamit a Márki, hát jaj, nekem is kéne valami amúgy. Az a baj, hogy nem nagyon van izém senki, akit pénzt tudok csinálni, akit eladni tudok, úgyhogy valami eladható nagyon jó jönne. Egy eladható player. Vagy valami használható. Még. Na, hogy Debrőjnek örülnek nagyon. Vagy egy informolan. Nem vagyok nagyra vágyó. Csak egy Debrőjn vagy egy holland jó jönne. Nem, neki is. Hát, az jó, azért annyira nem jó csapata van, de nem rossz. Az Ruben Dias azért eléggé megfutható. Az igen, Rashford, micsoda csel volt. Egyből átverted magadat vele. Megint nem raktam be a Depayt amúgy. Nem baj. Megvan a gól. Lép ki, haver, még van sok idő, lép már ki. De nézd meg, nem veszi alapot. Jó, hát akkor még játsszuk. Már ez az jó. Már ez a csavar. Áááá, hogy beleértél. Pillanat. Flash FIFA. Üdv a csatin. Köszönöm a követést. Szia Flash, szia, szia, örülök, hogy ide találtál. Facebookon láttad a hirdetést? A gyereknek amúgy nem sok momentum van a meccsen. Á, ott a gól! Még így is bemond.
Hát ez egy mesterármas eddig már ezt. Te is nyomod a FIFA-t? 23-on. Na, az most szép volt, de hülye volt a gyerek. Lass. De amúgy vicc, hogy 3-0-án nem bír kilépni egy friendly matchből. 4-4. Na, az szép, szép. Az amúgy nem olyan rossz így. Volt valami nagy nyitásod. Figyelj, még gyakorlatilag második héten vagyunk. Van egy 84-es csapatod, ami nem rossz szerintem. Chemistry-t megvan. Ott az ötödik. Ja, hoppá, várjál. Mi van a botta? Srácok, lehet, hogy nem működik a botom most valami. Úgy látom, nem veszi a parancsot. Zsombi, üdv a csatén, szia, szia! Miért nem működik a bot? Hogy vagy, Zsombi? Örülök, hogy itt vagy te is. Most mondám, srácok, hogy csatlakozzatok a Discord szervóra is, csak nem akarja a bot. Szerintem nem működik, vagy lehet, hogy bugos, vagy nem tudom, mi van most. De semmilyen izé nem dob fel. A meccs után bedobom a Discord linket, ha valamelyikőtöknek kellene, akkor be tudjon csatlakozni. Az nem jó. Meg vagyok én is, köszönöm, köszönöm. Nyomjuk a... Á, most friend list meccset nyomunk csak. Ákos... De ez a friss meghívó, speci? Srácok, a speci berakta a linket a Discordra. Hát... Gondoljátok, csatlakozzatok. Akkor jó, jó, jó. Ja, te tudsz meghívó linket generálni, úgyhogy jó. Van egy kedélyed. Nézd meg a Rashfordot. De egy gyereknek nagyon jó csapata van, nem igaz, hogy nem tud egy normális akciót levezetni. De hallod, 6-0-nál miért nem lép ki valaki? Rashinak akartam, nem tudom miért. Mereznek. Ívelte a Holland.
Vágod, van egy Antonia, és semmi. Még egy épkezdáb akciót nem vezetett le vele. PS5-en játszok. De egyébként van PlayStation 4-em is, szóval mind a két platformon tudok játszani, hogyha úgy van. Xboxom az nincsen. Talán majd egyszer talán, de nem vagyok annyira Xboxos igazából. Hogy tetszik? Hát... amúgy eddig tetszik, nekem eddig van backlockom is. Egy-két hiba van a játékban. És azt remélem, ki tudja, passzok erősségén javíthatnának egy kicsit. Meg ne legyenek ilyenek, hogy egy olyan ember, aki elvileg jó kéne, hogy passzoljon, nem tud előre passzolni egy métert. Nincsenek erők a passzokban, meg ilyesmi. Engem ez zavar leginkább amúgy. A többi az... pász meg. Az nem zavaró annyira. PC-n nyomod? És neked elindult a PC-n? Nem volt vele gond? Sok embernek gond volt vele. Anti-cheat-tel. Hiába csinálhatok bármit is, nem indult el. Nem tudom, hogy ezt már helyrehozta az EA. Én láttam srácok, hogy a Messi elvileg lapot kap holnap az RTTK promóba. Nem, de hogy éri meg a Rashfordot kirakni. Hát akkor éri meg, hogyha van annyi player a klubodban, de pénzt költeni nem éri meg rá, az fix. Szerintem legalábbis. Ez a 84-es lap kb. Jó lesz egy 7-ig, 2-ig még, azt viszontlátás. Na, végre rögött egy gólt. Megvan neki a becsület gól. Na, de főbátorodott. Már nyomja a rabóna passzokat, meg mindent, figyeld. Egy gól után. Mint tegnap a gyerek, amelyiknek szögletből rúgtuk a gólt. Rúgott egy gólt, az tiszta bátor lett. Nyomta a gólörömöket, meg minden. Előtte meg szögletből becsavartam neki. Mindjárt segítek neked egy kicsit. Elvileg van erre a lag problémára egy megoldás, nem tudom, hogy láttad-e. Jó, hát hogyha a géped nem bírja, azon nem tudok segíteni, de van egy ilyen... a játék, az emberváltás kell kikapcsolni, azt hiszem a kontrolleren. A klasszikra kell visszaállítani, és utána elvileg nem kéne, hogy laggoljon.
Jó ám, Holland. Hát most jó, most azt már lerúgta, de amúgy jó. Nem, nagyon sok gólt rúgott már. Holland az egy állat. Azt szerintem a gold lapok közül az az egyik legjobb. Csatárként legalábbis biztos. Na mindjárt megnézzük neked azt a trükköt, amit mondtam. Hát ha beállítod, akkor nem fog még egy meccs kell szám. Na, lehet, hogy sikerült. Szia, Flashy! Üdvözöllek téged is a csatin. Ja, nem, tudod szerint ez. Árvisz, üdvözöllek téged is, szia! Most a Richarlisonos objektívet csináltam, vagy csinálnám. Már csak egy meccsen kell gólt rúgnom. Szia Flashy, köszi, jól megy amúgy, jó a csapat, most van egy jó felállás. Taktika is egész jó. Mindjárt pillanat, srácok, csak... Hát itt van amúgy. Dupla annyit nyertem, mint amennyit vesztettem. Nekem az bőven elég. Vártak, nem itt kell. Lehet, hogy azt sima játékon kívül kell. Pillanat. Zsombi ezt a right stick switchinget, ezt állíts klasszikra. Elvileg ez a titok rá, hogyha laggol a játék PC-n. De amúgy nem biztos, hogy nem tudom megmondani, mert nem PC-n játszok, hogy igaz-e. De elvileg ez a megoldás rá, hogy ne adaptívon legyen, hanem klasszikon. Rivals-ban jelenleg a hatodik osztályban vagyok, de ez igazából csak azért, mert nem volt több időm, hogy feljebb jussak. De egyébként a qualim az 31 ponttal sikerült, úgyhogy nyugi, jobb lesz a Rivals, csak egyszerűen munka mellett így nehéz haladni, ha gyorsan felugorjak. Nincs mit. Remélem, hogy... Hát bízok benne, hogy jobb lesz. Nem ígérek semmit, hogy tényleg jobb lesz, de hát ha. Állítólag én is a TikTokon láttam egyébként. Van egy-két jó izé. Hú, remélem valaki jóba belenyitunk a hétvégi. Hát mondjuk meg azt is remélem, hogy jó lesz a hétvégi VL. Legalább egy pickünk legyen. Ha több nem is. Na, itt van egyébként, így állok Rivals-ban. Hatodik osztály első kalapjában vagyok. És nem volt időm többre. Champs-en megvan, mondom 31 pontom lett, szóval megvan minden. Megvan minden, azért csinálok most objektívet. Mert holnap jön az event. A Rovattótok knockout. Nem mennek? Na figyelj, akkor mutatok egy taktikát, hátha azzal megy. Most ez a... Hát na most ne,
ultra defenzívra van állítva, de ez amúgy atak taktika. Tehát a legjobb védekezés a támadás. És itt ez a 4-2-4. Írjátok, vagy csináljátok valamit, mert megyek játszani, srácok. De ebbe a felállásba toltam az előbb, és így lett 6-1, vagy mennyi, nem tudom már, hogy lett a vége. 4-2-4, dropback, 60-as szélesség, 50-es mélység, slow build-up, hogy lassú építkezés, possession helyezkedéssel, itt maradt az 50, player inbox 3-as, mondjuk amúgy ezt lehet, hogy feljebb tolhattam volna, és akkor bemegy a rush volt fejelni. Mindegy, menjünk 4-esre. A corner meg a free kick között ugye 1-es, nem abból akarok gólokat szerezni igazából. Instruction, a két szélső. Amúgy visszatekinthető lesz a videó, srácok, hogyha véletlen most leragadtatok volna, akkor meg tudjátok nézni a vége a streamnak. Két szélső, comeback on defense. Get into the box. Mind a kettőre. Ez igazából ennyit nincs beállítva nekik get in behind, mert nem akarom, hogy mind a négyen lesre szaladgáljanak. Ez a kettő szélső maradjon egy kicsit vissza. Ugye a Holland meg a Marez, a Stay Central meg Get In Behind. A két középpályás a Stay Back és Cover Center. Hát nem tudom, mi volt elállítva. A két szélső hátvéd ugyanúgy Stay Back. És ennyi igazából. Alapfelállás meg az. Na, most már egyébként nem kell a Rashford. Már az maradhat. Szarrá cselez mindenki. Nincs mit. De hogy szarrá cselez mindenki? Nem tudod levédekezni? Nem baj. Ne foglak, csak annyi változott, hogy a cover wing, cover center, de lényegtelen amúgy, mert így is jól működik. Ne foglalkozz vele. Az, hogy cover center vagy cover wing, az egyéni. Nem, azt így majd látod, hogy neked hogy alakul jobban, más nem állítottam egyébként. Akkor igazából már csak egy gól kell. És akkor megvan a Richarlison. Én most nézem, hogy milyen neve van a srácnak. Ez Cristi Ronaldo. Cristi Ronaldo. Micsoda név. Na? Ott a gól, köszönjük szépen! Hát, most figyelj, én amúgy ebben a játékban nem is működik úgy a csel, mint a 22-ben. Itt inkább a dribblingelnek az R1. A Xboxon nem tudom mi a jobb felső gomb. A jobb felső ravasz, vagy nem tudom, hogy hívják. RT talán? RT, azt hiszem Xboxon. Azzal tudod húzogatni a labdát ilyen dribbling-szerűen, amivel könnyen ki lehet... Na mindjárt megmutatom.
Bernardo Silva, Depay, ezek nagyon jól tudják csinálni. Na és csak nyomod az R1-et, és akkor így tudod húzogatni vele, és nagyon könnyen ki lehet villantani az egyensúlyából a védőt. Az igen, szépet védett. Na, esélyes. Az igen, gyerek az támad? Egy kicsit? De ő amúgy ő sem akar kilépni, hiába vezetünk. Valahogy most itt nem nagyon akarják elengedni a meccset az emberek. Három nullnál sem akarja kilépni. Hát nem. Kilépsz? Köszi. Legalább akkor nem kell még egy fédőt is lekillódni vele. Srácok, egy fontos kérdés. Segítsetek nekem. Fradi nyer ma? Nem nyer a Fradi, azt mondod? Á, nagyon negatív vagy. Vezetik a csoportot amúgy. Na, megvan akkor, hogy Richarlison, meg még egy pack. Igazából csak azért játszottam ki, hogyha véletlen nem akarom használni amúgy, azt tudom, hogy jó-e vagy nem. De annyira nem tűnik rossznak egyébként. Hogyha fejlődik, jó lehet. De egyébként inkább majd egyszer, hogyha fejlődik, szerintem be SBC-zom. Azt mondod, nem nyere Freddy? Ez a Zvezdával játszanak. Egy gyönyörű nevű csapattal. Nyerjenek már. Jó lenne. Eddig 4-es szorzót adtak a Fradira, de már csak 3.75-ös. Csökken. Várjál, Flashy. Pillanat, jövök. Na itt vagyok. Nézd csak, Flashy. Én is remélem, hogy nyer a United. Nem is azért kell szeretni egy csapatot, mert sok szó nyer amúgy. Van ennek a klubnak egy múltja. Általában azért szeretik az emberek. Hál' Istennek mostanában nem olyan sok szó játszik a Maguire amúgy. Úgyhogy azért vannak pozitív kilátások. Nem, srácok, a United az egy rossz tulajdonos körben lévő csat.
Na szóval rossz a tulajdonosi kör, akik gyakorlatilag csak a pénzt veszik ki a csapatból, semmi... Rossz üzleti... Nem is, inkább üzleti nem, az üzletileg nem rossz a United, mert nagyon sok pénzük van, de szakmailag nagyon rossz emberekbe fektetnek pénzt. Sajnos. És a United ezt... Ez már akkor is ment, tehát mikor még a Sir Alex Ferguson volt az edző. És azóta ugye nincs, aki összefogja ezt a csapatot. Ki kell játszanom ezt is. De utálok squad battles játszani. Várjatok csak. Van egyáltalán nekem Syria? Ha biztos van valaki. Hát nekem ez már nincs kedvem, ezt a tesztet elengedjük szerintem. Na de van viszont 16 packünk holnapra. Meg van egy Marki matchup este, úgyhogy... Úgyhogy... Hát ha valaki beesne. Nyomjunk egy vágos Rivals-t? Vagy vártak csak? Lehet, hogy ezért valami objektívet kéne még csinálni inkább, hogy pakkunk legyen. Rare Mega Pack. A jutalom ezért. De ez is Scott Battles. Ezt nem mondanám, inkább a jelenje a Zero a Unitednek, de az se annyira. Mert sokat fejlődött amúgy szerintem játékosilag a csapat, csak még nem elég. A múltja a szép a Unitednek nagyon is. Ugye attól, hogy most a City él az olajból, értitek, attól még a United a rekordbajnok, szóval ezt senki nem felejtse el. A City-t kb. 10 éve jegyzik a térképen, gyerekek. Nagyon szép, hogy van a City, meg minden, de... Hogyha nem lenne arab olaj ott, akkor azt sem tudnátok, hogy van olyan csapat, szóval... Kezeljük már ezt így egy kicsit. Jelenleg a City nagyon jó, meg minden, de... De na, most hogyha a United-et is arab tulajdonosi kör lenne, akkor érted, mint a PSG. Hát valahol el kell kezdeni, igen. Valahol el kell kezdeni, ezt jól mondjátok. Ez így van. Minden csapat kezdte valahol, csak nem mindegyik gazdálkodik olajmilliárdokból. Ezt vágod. És itt valamelyik nap amúgy jót nevettem. A PSG elnöke, a Calafi kezdeményezett az UEFA-nál vizsgálatot a Barcelona ellen a pénzügyi fair play megsértése miatt. Vágod. A PSG elnöke kezdeményezte ezt. Ay, az baj. Ott leváltottam a Wernerről, kiről nem kellett volna. De amúgy még jó, hogy Depay összeesett.
Andrzej. Aha. A PSG, ez azon én is nagyon szakadtam, hogy ilyen kikerekedett szemekkel olvastam a cikket. Mi a fasz? Mondom, ezt nem akarom elhinni. Na ez Isten állatkertje amúgy. Jó védekezik amúgy a gyerek egyelőre. Egy jó kis csapata is van. Vinnie Davis, Goretzka. Jó kis csapat amúgy. Iii, az a rossz passz volt. És mit szóltak a tegnapi PSG meccshez, srácok, hogy nem bírt nyerni a Benfica ellen? Későn passzoltam. Szép gól volt. Kis maresztő. Nem bírtam elnyomni a Hollanda amúgy gyereket. Nem tudom ki, aki nem volt meg időm fölnézni a védőire. Kik azok? Hát, ja, de szerintem, nem tudom. Eddig amúgy őket éreztem a jobbnak a Citytől. De így, hogy van a... Hoppá. A Bappé meg a többiek között kicsit így elromlott a viszony, úgy látszik. Meg a Holland viszonyat nagy formát megy, jelenleg. Így most... Az kemény lenne, City PSG döntő. Most így a City már jó, erősebbnek érzem amúgy. Vagyis esélyesebbnek érzem, na. Erősebbnek nem érzem, de esélyesebbnek érzem. Azért erősebbnek nem erősebb szerintem a City, csak esélyesebb. Na, mi ez a flipper? A City PSG döntő az nagyon nagy lenne. Szerintem nem erősebb a City, csak esélyesebb. Azért PSG-ből egyénileg jobb játékosok vannak, ezt be kell vallani. Csapatilag jobb a City. De azért, ahol egy Neymar, Messi,
Mbappé van, hát azért nem mondjuk, hogy erősebb a City. Ja, csak esélyesebb egyelőre. Az milyen goldik? Hát öten álltunk előtte. Kapus is lemaradt. Na hát, meg jó, hogy kibírtad, basszom. Á, de hogy veszi át, hallod? Szépen odapasszolom neki lábra, 5 méteres átvételt csinál egy gurul labdán. Jó, az a meccs elment. És igen, csak hogy tavaly is ezt mondták a Cityről, az év végére elfogytak. Még a végén még a Premier League is veszélyes volt nekik. Már általában a Guardiola csapatoknál így szokott lenni, amúgy kicsit a végére elfogynak. Meg most azt is nézzétek, hogy van egy VB. Egy hónapig ugye kiesnek a játékosok. Ugye a VB miatt. Ezt ez okozhat ilyen forma hanyatlásokat majd utána. Fáradtság. Stb. Bár Holland nincs a VB-n. Ugye? Úgyhogy ő lehet, hogy a formában fog maradni. Meg nem lesz annyira fáradt, mint mondjuk a többiek, vagy esetleg akár egy Mbappé mondjuk. Vagy Messi. Vagy Neymar. Figyelj, gyerek eddig nem volt sehol, most meg folyamatosan lövöldözi a gólokat, meg kapufákat. Jó felerősödött. Még persze, még ollózik, hallod. Nem tudom, mi lett. Nézd, minden labdája pontos, minden labdája lövése életveszélyes. Nézd meg. Ketten állnak előtte, de ő ott van. Amúgy nem szeretem a Rivals, de nagyon izé... A Friendlyhez, meg a izéhez képest nagyon izé befolyásolt szerintem a játékmenet. Qualihoz képest. Itt fixen érződik, hogy mindig billan varam valamerre a mérleg. Fejó, hogy bazánk nem bírja utolérni a saját labdáját. Na, az lesz az. De Mázlia volt. Kicsit jobban megküldi, akkor az gól. Gyenge volt, basz. Vagy a lövés. So the final whistle almost upon us, and this is not exactly what the home fans had in mind when they arrived at the ground today, Stuart. Well, there's been a real lack of energy right from the start of the game. Certainly when they haven't had the ball, they're closing down, decision making and recovery runs just haven't been good enough.
De hova fut az a hülye már ez, bazza? Kinek passzoljam be? Ezt mondom, ilyet az előbb nem csináltak. Csak ilyen csak a Rivals-ban van. Na nézd meg. Na például, ha az ilyen bugokat kijavítják, hogy a csatárod ne fusson bele a kapusba, vagy a kapuba, hanem mondjuk álljon le egy passzra. Na, meg ezt a grafika hibát, gyerekek, ez mi? Hall... Ah, már mindegy. Jó, ezt a meccset leengedjük. Mert a következő majd beadja. Na és szerintetek mi lesz Ronaldóval, srácok? Képzeljétek el, Maguire nem játszik. Sérült, izomsérülése van. Jó lesz, már fújd már le most már ezt a meccset. Halli, Dávid, halli. Mi a helyzet, Dávid? Nyomjad. Majd most kezdtem a Rivals, de... ez vicc. Nem is néztem a statot. Meg kellett volna nézni, hogy mik voltak a passzok. Első fél időben hallod, köze nem volt a gyereknek a játékhoz kb. Szokás szerint, aztán meg billant a meccs. De ez miért van amúgy csak a Rivals-ben? Ez nem értem. Meg amúgy a VL is ilyen. Ez a kettő, ez nagyon befolyásolt játékmód, de érdekes a quali, meg szerintem tök jó. Még nem volt olyan, hogy ne sikerült volna a quali nekem. Gulácsi. Gyereke, gulácsi meg megsérült, nem tudom, olvastátok-e. Tércsérülés. Szóval Gulácsit már biztos nem látom 25-én játszani. De az hova sz... az lesz, az mennyi csak ki. Jajjó. Sajnálom amúgy. Én pont most megyek majd rá Lipcse meccsre ebbe a hónapba. De így akkor őt már nem látom védeni. Megyek nem is éppen miatta megyek, maradjunk annyiba. Na, voltál
Oltre a forno, non so. Én majd egyszer az új Bernabéuba, ha kész lesz, oda szeretnék eljutni. Nem tudok embert váltani. Örülnék, ha... De amúgy ez is mi? Csak ez is csak a Rivals-ban van, hogy mész a védőbe, és hiába nyomod az emberváltást, nem történik semmi. Pedig reméltem összehoz egy gulácsit, a gulácsi kiejti a kezéből, vagy valami. Na ez mi ez a passz? Nehogy véletlen kibírjam indítani, vagy mi? Mi ez a Maguire vagy Gula? Srácok, mi ez a Maguire vagy Gula? De nem neki. A játék legjobb védője? Ez egy jó kérdés. Hát nem tudom, hallod. Nekem jelenleg ez a kettő, aki van. De nézd meg. Nem tudom. Talán a Rüdiger az egyik. Hát a... Ezek a Premier League-es... Nem tudom, a Van Dijk milyen lehet, egyébként nem is találkoztam még vele, őszintén megmondom. Nem rémlik. Útlag. De nézd meg, ott se enged más embert. Szóval nem valószínű, hogy a Van Dijk meg a Ruben Dias. Az egyik legjobb hátvéd az biztos, hogy a Walker. De van, most nem sok jó védő van, aki tud érvényesülni szerintem. Hát az a baj, a net az nálam is. Sajnos csak ilyen
SIM-kártyás routerünk van. Itt ilyet tudtunk ide köttetni. Mert ez nem a legjobb. Az gól! Anyád, akkor átvett a gola. De örülök, hogyha legalább annyit segített. Hát a játék se fog laggolni majd. A neted beáll. Amúgy kapcsolj ki mindent, ami a PC-den netet használ az Origin kivételével. Hát ez jó kérdés, hogy az, hogy nem lett gól, a gula nagyot védett, hallod. Pedig amúgy brutális jó fejes volt Varantó. Kilépett. Megunta. De amúgy jobbak voltunk. Sokkal jobbak voltunk játékban. Hát nekem vezetékes, de van egy ilyen SIM-kártyás Huawei router hozzá. Amúgy telekomos. Én Bécsben lakok egyébként, srácok. Nem Magyarországon, hanem Ausztriában. És ide, ahol van az albérletünk, ide nem tudunk más köttetni, csak ilyen hordozható SIM-kártyás, routeres cuccot. Nem is tervezünk ebbe a lakásba olyan évekig, úgymond. Lehet, hogy nyáron költözünk majd másikba. Úgy csak egy 2 éves szerződést kötöttünk, és ez nyáron fog lejárni. Még nem biztos, hogy nem maradunk, csak még nem tudjuk még mi se igazából. De ha lesz egyszer lehetőség, akkor biztos, hogy kötödek jobb netet, mert ez nem bírja amúgy. Na, ő neki például egész jó hátvédsere van, az a Walker Koulibaly Kimpembe, az nem rossz. Majdnem elindítottam a hollandot, mikor már észrevettem, hogy lesem van. Azért volt ez a lövőcsel a dipája. Pass meg. Ja, hogy Bappé? Az igazi Bappé, vagy Luan Bappé? Anyád, Mendy. Az jó kapus ez a Mendy. Védeget. Meg amúgy ez egy jó csavarás volt. Az gól. Azt elnéztem. Nem, ez cserégetem, még 5 perc nem telt el meccsből kávé, de már cserél. Koulibaly is jó amúgy. Úristen, hova? Hát ez már helyetetlen. Egy lövés találja a kaput. Yes,
this end-to-end stuff, but now they're forced to track back. It's the Brazilians to shut them down. Bernardo Silva. Mahrez. Erling Haaland. Merda, smack. Gyerek, maga ez egy ilyen futóbolond, de úgy látszik rajta. Nem bírnak oda lépni. De amúgy ő is, hányszor rúgott kapura? Kétszer? Abba kettő gól. Én meg vagy ötször, amiből kb. Mindent kivédett a Mendy-e. Hallod, amúgy a labda átvételt, azt nem tudom, hogy miért nem tudják megcsinálni normálisan. Akkor egy méterre csak odagurítom neki, és semmi, elpattan tőle. Koulibaly, nem fogunk árcaladni Hollanda, az fix. Szögi lett volna. De megint mi ez a bug? Hallod? Átgurul a labda a lábám, vagy mi? Kicsit húzós meccs amúgy, jó a gyerek. De amúgy onnan is látszik, hogy nem sok mindent csinálnak a játékosan, és semmi fáradtság nincs rajtuk amúgy. Give me
De figyeld, minden visszapattam hozzá, ez szóval hihetetlen. Jó van. Hát végig tudom, hogy mit csinál, és nem lehet oda menni. Meg minden megszerzett labda visszapattam hozzá. Azt hittem ez is visszavattam. Nem, ezt is kivédte, hát ez hihetetlen. Mi ez a Mendy? Varan? Ez is mi, hogy ott áll az ember, az semmi. Rá se vált. Méteres lesz. Ez a Raum az olyan kúra gyorsan fut, halljátok, hogy nem tudom utolérni, Cancelóval sem. Szerintem tovább jön, de magát. Halljátok, ez nem tudom mi. Jó a taktika? Na, örülök. Látod, én meg akár, figyeld, öt ember között gurult el a labda. Ezen a meccsen egyáltalán nem kedvez nekem a játék. Nem játszik rosszul egyébként a gyerek se, de a gép is vele van. Minden visszabattam hozzá. Csak kell. Nézd meg, semmit nem bírok, még egy passz nem bírok megcsinálni kb. A védők között se. Ő meg bazd meg, azzal játszik. A védőim között minden labdája elmegy. Azaz varam. Érted, nem nyomok belépést, erre belép, és utána a becsúszást, amit nyomtam, kirúgja a labdát. Ez is tök jó. Na ez megint egy gól. Nem, mondtam. Nyomom a gombot, gyerekek, itt van, megnyomtam vagy ötször, és nem bír oda lépni. Jó van, ezt a meccset elengedjük, meg szerintem a Rivals-t is. Játszatlan ilyenkor a játék. El van villanva a meccs. És ez már egyet nyersz, egyet vesztesz, vagy ilyenkor mi van, érted, hogy... Megnézzük, mik vannak. Ja, nem, ezeket nem akarom kirakni. Van nincse. Ez nem éri meg. Jó van.
Szóval akkor bevált neked, speci. Taktika valamennyire legalábbis. Hát figyelj, hogyha nem is... Ne, csak nyomunk rájvel, szerintem. Hogyha nem is... Sokáig, de egy darabig biztos jó amúgy. De kell hozzá más taktika is. De amúgy a jó védők az alapjai, én is arra jöttem rá. Kellenek a jó védők. Na szerintem srácok lesz egy utcsó meccs. Na, eddig ezek a pontos passzak a Rivals-ba. 5 méterre a célponttól. Védők össze-vissza szaladgálnak. Figyeld, oda se lehet lépni, ezt figyeld. Ez a Rivals, gyerekek. Egy scriptes játékmód. Találtat volna egy kaput azért. Három ember nem lehet levédekezni, négy emberre vagy öttel. Na, gyerünk már. Ő is két kapura lövésből vezet 2-0-ra. Ez nem volt kint. Ez is szarú van szerintem megcsinálva a játékból, hogy nem is volt kint. Szerintem nincs jobb állítva a terjes terjedelem, elhiszitek? Ah, ha én itt kilépek, gyerekek. Ezután nem maradunk. Hát elhagyja a labdát. Most ezt ráhagyjuk. Egyelőre, majd lehet, hogy este visszajövök még. Egyelőre én ezt elengedem, ezt a Rivals-ezést. És nincs kedvem egy fasz kapni itt. Kösz srácok mindenkinek, este találkozunk újra, legyetek jók! On the surface, I'm good, but inside,
It's like someone keeps coloring outside the lines. I try to remember to breathe, 'cause it's only anxiety.